Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és egy olyan ige szakaszról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, ami egyrészt azt gondolom, hogy egy nagyon lényeges ige szakasz, kevésbé szoktunk talán rá figyelni. Tehát, hogyha megnézzük ezt az ige szakaszt, akkor majd azt fogjuk látni, hogy egyes elemei talán ismerősek, de úgy egészében nem nagyon szoktunk vele foglalkozni. Ez pedig Péter apostol második levelében található az első fejezetben, tehát Péter apostol második levelében az első fejezet, és ott található több olyan dolog, ami azt gondolom, hogy megérdemli a figyelmünket. Tehát a Biblia egészen persze megérdemli a figyelmünket, de itt ez az ige szakasz valami olyan tanításokat szeretne elmélyíteni, amiről tehát mondom, talán kevésbé szokott szó esni. Tehát Péter apostol második levele első fejezet, és ott a 12. versről a 21. versig olvasom a szakaszt. Egészen hosszú lesz ez a szakasz, vagy viszonylag hosszú. Én csak a legfőbb gondolatokat szeretném belőle kiemelni, de egy viszonylag teljes képet adva erről az ige szakaszról. Ezt olvashatjuk itt tehát. Annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre. Noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, hogy amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyem. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kel fel szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Így hangzik tehát ez az ige szakasz, és ugye az első kérdésem az az, hogy vajon mire utal az apostol, amikor ige így kezdi ezt az ige szakaszt, hogy annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre. Hadd kérdezzem tőletek, tehát ezt a kérdést így föltéve, hogy mire utal itt az apostol, nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre. Tegyük egy kicsit interaktívvá ezt a mostani Isten tiszteletet. Mikre akar emlékeztetni? Talán nem olyan nehéz ez a kérdés. Ugye az első szakaszra. Tehát ugye, amit eddig elmondott, tehát a fejezet folyamán, arra akar itt emlékeztetni, tehát az első fejezet első részében Péter apostol valami nagyon hangsúlyos tanítást emelít ki. Azt mondja itt Péter apostol, hogy igazából, ha megnézzük, hogy a hitnek milyen lépcsőfokai vannak, a megszentelődéshez tulajdonképpen hogy juthatunk el, akkor azt látjuk, hogy itt az első fejezet első részében ezt nagyon-nagyon szépen és nagyon egyértelműen kifejti. Ez nagyon különleges egyébként ez az ige szakasz, olyan értelemben, hogy az ember, hogyha megnézi, tehát hogy konkrétan mire is gondolok, itt az 5. verstől kezdve, az első fejezet 5. versétől kezdve, azt mondja, hogy ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, stb. Tehát felsorolja azt, hogy ha egy ember hívő akar lenni, akkor tulajdonképpen mit mihez kell ragasztania, mit mihez kell hozzátenni. Na most ez azért nagyon szép, mert ugye nem pusztán arról van szó, hogy ezek a gyümölcsök úgy szép lassan egyesével kifejlődnek, hanem azt mondja a 8. versben, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Tehát azt mondja, ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek. Egységében beszél a gyümölcsökről. Na, ez egy nagyon fontos dolog. Azért nagyon fontos dolog ez, mert ugye a keresztény életet talán hajlamosak lennénk úgy részleteiben látni.
tehát hogy úgy egyes részletek, egyes tulajdonságok, hogyan is állok vele, hogyan is állok akár egy jellem tulajdonsággal vagy a másikkal, rengeteg mindent lehetne itt említeni, de ez az ige szakasz arra hívja fel a figyelmünket, hogy mi az életünkről, a kereszténységünkről, a hitünkről egységben gondolkodjunk. És azt mondja, hogy igen, ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek egyszerre, tehát mind az igyekezet, mind pedig a hit, mind pedig a jó cselekedet, mind pedig a tudomány, ugye a tiszta isteni beszéd, azt mondja, hogy akkor tud benneteket az Isten igazán fejleszteni, hogyha az életetekre egészében figyeltek. Tehát ne pusztán egy-egy dologra koncentráljunk, hogy valahol elmaradásunk van, és akkor arra helyezzük a hangsúlyt. Nem, hát az Isten is egy teljes egészet szeretne nekünk adni. Mi is az életünk teljességét szeretné, hogyha odaadnánk neki. Ebből következőleg egészében szeretne bennünket fejleszteni. Tehát erre utal vissza az apostol, amikor azt mondja a 12. versben, hogy annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre. Noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, amit itt láthatunk, mert ugye az apostol azt mondja, hogy titeket erre emlékeztetni kell. Kiknek szól? Ugye ez egy olyan levél, Péter apostol második levele, meg az első levél is, amire azt szoktuk mondani, hogy egyetemes levél, minden kereszténynek szól. Tehát itt nem egy konkrét gyülekezet a célcsoport, hogy megszólítja mondjuk az efézusi gyülekezetet, vagy a kolossei gyülekezetet, vagy bármi mást. Ugye a Pál apostol levelei alapvetően ilyenek, de Péter apostol leveleinél azt látjuk, hogy ez a két levél, ami ránk maradt, ez a teljes kereszténységet megszólítja. De a kereszténységnek is azt a részét, amelyik ugye azt mondja, hogy erős a jelen való igazságban. Tehát ami a korára vonatkozó örömüzenet vagy örömhír, ami igazán fontos, amire azt lehet mondani, hogy az Isten különösen rámutat és ráhelyezi a hangsúlyt, azt mondja az apostol, hogy igen, ebben ti erősek vagytok. És itt jön az egész kérdésnek az érdekessége. Mert azt mondja, hogy ti, akik ebben erősek vagytok, ti is emlékezzetek erre. Azt mondja, nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Ugye a 13. versben még ezt teszi hozzá, méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek titeket. Megint egy hasonló gondolat, de vajon miben mond mást? Azt mondja, titeket erre emlékeztetni kell, túl azon, hogy ti erősek vagytok ebben, de ti is rászorultok, mindannyian rászorulunk az emlékeztetésre, de azt mondja, az emlékeztetés által ébrezgetni kell benneteket. Milyen érdekes, nem? Ébrezgetni. Ezek szerint azok a hívők, akik ezt olvassák, akár ott abban a korban, akik a kereszténységnek a legszebb korszakában voltak, mert ugye az első század az aztán igazán szép korszak, azt lehet mondani, és a hívők példamutató életet éltek, a kereszténység fejlődött, tehát ez tényleg egy nagyon szép korszak. Azt mondja, hogy még őket is emlékeztetni, őket is ébrezgetni kell. Ez különleges, nem? Tehát az alvás, az elszunnyadás, az egész egyszerűen bárkit előfoghat. A harmadik fejezetben is előkerül egyébként ez a gondolat, egy pillanatra lapozzunk csak át a harmadik fejezet első verséhez. Tehát ugyanúgy Péter második levelében. Ezin már második levél írásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkentgetem. Megint a kettő egyszerre van benne. Egyrészt dicsér, azt mondja, hogy igen, tiszta a gondolkodásotok. De emlékeztetés által ezt serkentgetni kell. Mert hogyha nem serkentgetném, akkor könnyen elképzelhető, hogy a ti tiszta gondolkodásotok az eltorzulna. Tehát nagyon-nagyon szép ez a bánásmód, nagyon-nagyon szép, ahogy Péter apostol megközelíti a hívőket, hogy elismeri azt, amit el kell ismerni. Elismeri azt, hogy igen, ti erősek vagytok a jelen való igazságban. Ti tudjátok, hogy az micsoda. Elismeri azt, hogy igen, nektek tiszta a gondolkodásotok, de ne kényelmesedjünk el. Tehát ne mondjuk azt, hogy na itt most már mi révbe értünk, most akkor már minden rendben van. Szó nincs erről. Tehát azt mondja az apostol, hogy igen, a hitetek alaptételeire is folyamatosan kell emlékezni. Például. Aztán másra is, majd erről a későbbiekben még lesz szó, másra is érdemes emlékezni, de az alaptételekre mindenképpen. Honnan indultunk? Melyek a mi hitünk alapjai? Ki a mi hitünk alapja?
és egyáltalán mi a keresztény életnek az alapja. Tehát ezek olyan kérdések, amelyeket újra és újra jó elővennünk. Nagyon-nagyon szép tehát ez, ahogyan az apostol megközelíti ezt az egész kérdést. Nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy az ember soha nem lehet elbizakodott. Tehát, hogy azt mondaná, hogy most akkor már én mindent tudok, mindennel tisztában vagyok, minden bibliai igazsággal, most én ennek már birtokában vagyok. Szóval ez valami hihetetlen öncsaláshoz vezet. Tehát ez nincs így. Azt mondja az apostol, hogy ember, emlékezz. Emlékezz vissza arra, hogy tulajdonképpen te mit is éltél át. Honnan jöttél? Mi mindent köszönhetsz magának az Istenhez, magának az Istennek? Míg az ébrezgetéshez csak egyetlen gondolat, ugye egy villanás erejéig csak gondoljunk a 10 szűz példázatára. Azt mondja, hogy ébrezgetni kell benneteket. A 10 szűz ugyanez az eset. Mindannyian várták a vőlegényt, és mindannyian elszunnyadtak, és elaludtak. Tekintet nélkül arra, hogy volt köztük 5 okos és 5 balga. Ez egy másik történet, ebben nem is megyek bele ebbe a részletbe. Ugye Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt. Hanem mégiscsak azt látjuk, hogy igen, ez a 10 szűz is rászorult arra, miután elszunnyadt és elaludt, hogy ez az éjféli kiáltás megtöri ezt a nagy csendet, és akkor ott legyen egyszer csak, hogy igen, imholjó a vőlegény, és gyertek elébe. Tehát itt is ezt látjuk, hogy egész egyszerűen az ébrezgetésre, az emlékeztetésre mindig is szükség van. Egy igét szeretnék csak föllapozni, még az emlékezéssel kapcsolatban. Jó sokat kell most visszalapoznunk a Szentírásban, de tegyük ezt meg Mózes 5. könyvéhez, és ott az 5. fejezet 15. versét nézzük meg. Tehát Mózes 5. könyve 5. fejezetének 15. verse. Mert amikor azt mondja az ige, hogy mi emlékezzünk, akkor ugye föltehetjük a kérdést, hogy na jó, de mire emlékezzünk? Na most az 5 Mózes 5.15 a következőket mondja itt. És megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened, erős kézzel és kinyújtott karral. Azért parancsolta néked az Úr, a te Istened, hogy a szombat napját megtartsad. Azt mondja tehát ez ige, emlékezz meg róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén. Az emberben ugye fölmerül a kérdés, hogy hát persze ez a zsidó népnek szólt, hogy szolga volt Egyiptom földjén, de ránk ez hogy érvényes? Hát nyilvánvaló módon úgy, hogy valahol mi is a bűn szolgaságában voltunk, könnyen lehet, hogy nagyon gyakran vagyunk is, de ez egy másik történet, de alapvetően az embert így szólítja meg az Isten, hogy igen, te, aki alapvetően a bűnt követted el eddig, a megtérésre neked ugyanúgy szükséged van. És miután meg tud téríteni bennünket az Isten, miután azt tudja mondani, hogy igen, igen, a te életed ezentúl más irányba fog menni, mert úgy döntöttél, azt mondja az Isten, hogy erre emlékezzünk vissza. Ez egy nagyszerű dolog egyébként. Ez egy hatalmas dolog, hogyha ezt az ember látja, hogy hát igen, az egy dolog, hogy bennünket az Isten kihozodna, de ha visszagondolok arra, hogy mondjuk 10 év elmúltával, vagy 20 év elmúltával, vagy még több idő elmúltával, hogy mi mindent köszönhetek az Istennek. Hogy hol tartana az életem akkor, hogyha ez a hívás, ez nem történik meg. Hol tartana az életem akkor, hogyha mondjuk adott esetben ez, amit itt olvasunk, hogy kihozott téged onnan az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral, tehát, hogyha mondjuk ezt az erős kezet és kinyújtott kart mondjuk én visszautasítottam volna, akkor hol lennék? Na, erre is érdemes emlékezni. Mit köszönhetek az Istennek? Mi az, amiben tényleg tudok kapaszkodni már a múltam tekintetében is? Tehát nem csak a jelenben meg a jövőben, ez egy nagyon szép dolog egyébként, hogy az Isten ezt a három dolgot, vagy ezt a három időt gyakorlatilag, a múltat, a jelent és a jövőt, ő ugye egyszerre kezeli. De a mi életünkben is azt mondja, hogy szeretném, hogyha ezt egyszerre látnátok, hogy honnan hoztalak ki benneteket, mondja az Isten, hol tartotok most, és hova szeretnélek elvezetni benneteket. Ő ezt egyszerre akarja elénk tárni, hogy igen, ember, lásd egységben az életedet. Ugye az Istennél nincs múlt, meg jelen, meg jövő idő. Ez csak nálunk embereknél van. Tehát ezért nagyon szép ez a gondolat egyébként itt az 5. fejezet 15. versében. Azt mondja, megemlékezzél róla, hogy szolga voltál Egyiptom földjén, és kihozott onnan téged az Úr, a te Istened, erős kézzel és kinyújtott karral. Na, erre is figyeljünk. Erős kézzel és kinyújtott karral. Tehát nem akárhogyan.
Nem csak úgy hozott ki bennünket az Isten Egyiptom földjéről, hogy csak úgy megszólított, hogy valamit mondott, egy-két mondatot, vagy mutatott egy irányt, hogy na, abba az irányba kell menni. Nem, erős kézzel és kinyújtott karral. Hát hogyha ő szeretne valamit elvégezni bennünk, vagy szeretne a másik emberben elvégezni, akkor ő nyilván nem úgy fogja ezt megtenni, hogy csak úgy elindítja a folyamatot, vagy csak úgy félig csinálja meg, csak úgy éppen hogy. Nem, erős kézzel és kinyújtott karral. Tehát, hogyha neki van egy szándéka, akkor azt mindenképpen be akarja teljesíteni. A kérdés persze csak az, ez egy nagyon nagy kérdés különben, hogy az ember az mennyire képes ráhangolódni az Isten hullámhosszára, mennyire képes azt mondani, hogy igen, én ennek engedek ennek a munkának. Mert van, aki azt mondja, hogy nem kell erős kéz, nem kell kinyújtott kar, nekem itt jobb. Egyiptom földje a szolgaság háza. Ez bármikor fölmerülhet bennünk egyébként ez a kérdés, tehát bármikor belecsúszhatunk ebbe, és ezért hatalmas dolog egyébként, hogy a 10 parancsolat is így kezdődik, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgálatházából. Tehát még egyszer erre mindig emlékeznünk kell. Jó, tehát amikor az életünket vizsgáljuk, amikor számot vetünk az életünkkel, akkor mindig érdemes számot vetni azzal, hogy igen, hol tartottam én 10 éve. Hol tartottam én 20 éve, vagy 40, vagy 60 éve, tehát bármennyi, amennyire vissza tudunk tekinteni. És nézzük ezt meg, hogy valóban az életünkben hogyan érvényesül ez, hogy erős kézzel és kinyújtott karral az Isten szinte magához hív bennünket, és azt mondja, hogy igen, ebbe az irányba érdemes menned. Nagyon nagy kérdések ezek, de az apostol ugye erre is rámutat, és most vissza Péter apostol második leveléhez, erre is rámutat, amikor azt mondja, hogy igen, ember, emlékezz. Emlékezz a hited alaptételeire. És emlékezz arra, hogy milyen utat jártál be. És azt mondja, emlékeztetés által ébrezgetni kell benneteket, mert aztán így folytatja, mint aki tudom, hogy hamar leteszem sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Azt mondja itt az apostol, hogy én igyekezni fogok, hogy az én halálom után is megemlékezhessetek ezekről. Ez nagyon szép egyébként, tehát gondoljunk egy pillanatra ebbe bele, hogy Péter apostol ugye leírja ezeket a szavakat, és neki az élete egy ponton lezárul. És már a levelébe belefoglalja azt, hogy igen, én bízom abban, hogy erre a későbbi korok is emlékezni fognak. Nyilván az Isten valahogy vezette őt, valahogy sugalta neki, hogy ez nem csak papíron fog maradni az, amit ő ide leír, hanem ez rengeteg ember szívében úgy fog gyökeret ereszteni, és úgy fog gyümölcsöt teremni, hogy az tényleg maradandó lesz ez a tanács. Nagyon-nagyon szép egyébként, ahogy ezt megfogalmazza. Azt mondja, igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Ebben az van benne egyébként, hogyha egy pillanatra belegondolunk, hogy maga az apostol vajon milyen lelkülettel írta ezeket a szavakat. Meg egyáltalán a Biblia szerzői, ha valamit ők írnak, hogy abba a szívük, lelkük benne van. Tehát ott nem valami olyasmiről van szó, hogy hát valamit csak úgy leírunk. Tehát az a lényének a leglényege. És nem csak az ő lényének, hanem az Isten lényének a leglényege. Tehát nagyon-nagyon mély ez, amit ki akarnak fejezni. És nyilván ez nagyon sokszor sikerül is, tehát a Bibliának ezért vannak ilyen mélységei, mert érezhető, hogy itt nem pusztán emberi beszédről van szó, hanem ténylegesen az Isten beszédéről. Hatalmas dolog ez. Azt mondja tehát itt a 16. versben, mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Na ez nagyon különleges ez a 16. vers. Ugye itt azt a kifejezést használja Károlyi Gáspár, hogy mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek. Mesterkélt mesék. Tudja esetleg valaki, hogy milyen szó áll az eredetiben? Itt a görögben, ezen a helyen? Lehet, hogy nem ismerős. Az áll itt, hogy mítoszok. Nem mítoszokat követve ismertettük meg veletek Krisztus hatalmát és eljövetelét. Na mi ennek az üzenete? Az ennek az üzenete, ugye itt a mítosz kifejezésnek egyébként nagyon jó Károlynak a fordítása. Itt nagyon lehet élvezni ezt a fordítást idézőjelbe téve, megmondom, hogy miért. Ugyanis itt azt láthatjuk, hogy Károly egy értelmezett fordítást ad, mert ugye mítoszokról már mindenki hallott, ugye minden népnek vannak mítoszai,
És azt mondja itt az apostol, hogy na, ezek nem mítoszok. Károlyi meg értelmezi a fordítást, mert azt mondja, hogy a mítosz tulajdonképpen mese. Nagyon igaza van. Tökéletes fordítás egyébként. A mítosz tulajdonképpen mese, mesterkélt mese, tehát egy kitaláció, hogy egy nép kitalálja, hogy most neki milyen az eredete. Azt mondja, hogy amikor mi Krisztusra hivatkozunk, akkor ez nem mese. Ez egy nagyon fontos dolog. Lépten nyomon azzal találkozunk egyébként, itt Péter apostol második levelében, zárójelben teszem hozzá, hogy a teológusok nagyon szeretnek belekötni ebbe a levélbe, a történetkritikai teológusok, mondván, hogy nem is Péter apostol a szerzője. Hát ugye elég nehéz védeni ezt az álláspontot, vannak különböző érveik azért, amelyikkel ezt megpróbálják, de mégiscsak itt azt látjuk, hogy az apostol lépten nyomon hivatkozik arra, hogy igen, itt valóban egy olyan emberről van szó, hát aki átélte mindazt, amit leír, és amiről beszél. Azt mondja, ezek nem mítoszok. Azért érdekes ez a gondolat, mert hogyha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen itt miről is van szó, akkor ugye, és egyáltalán elgondolkozunk Krisztuson, akkor ugye bárkiben megszületett az a gondolat, hogy most ennek tulajdonképpen mi az alapja? Tehát mi az alapja az egész Krisztus történetnek? Biztos, hogy így történt, ahogyan a Szentírásban olvashatjuk? Nem lehetséges, hogy mondjuk másként történt, hogy nem is valami ilyesmiről van szó, hanem valami teljesen más történetről? Vagy akár ugye az emberi kételkedés előjöhet ott is, hogy mondjuk Krisztus, amikor meghalt, hát utána biztos, hogy feltámadt? Ugye az emberben benne lehetnek kérdések, de egyrészt az apostol azt mondja, hogy ebben legyetek biztosak, ezek nem mesék. Tehát most nem arról van szó, hogy most én kitaláltam volna valamit, vagy mi az apostolok összeülünk, kitalálunk valamit, hogy most akkor Krisztussal így meg így volt. Szó nincs erről. Pascalnak van egy nagyon szép gondolata erre vonatkozólag. A 801.-802. töredéket hadd idézzem, az ő gondolataiból ezt írja. Az a feltevés, hogy az apostolok csalók voltak, teljesen képtelen valami. Gondoljuk csak végig, képzeljük el, ez a 12 ember összegyűl Jézus Krisztus halála után, és összebeszél, hogy azt fogja állítani, Jézus Krisztus feltámadott. Ezzel minden lehetőséget kihívnak maguk ellen. Az emberek szíve különös módon hajlik az álhatatlanságra, a megingásra, az ígéretek, az előnyök csábítására. Elégséges, hogy csak az egyikük is megtagadja fogadalmát a csábításoknak engedve, vagy ami ennél is könnyebben megy, a börtön, a kínzás és a halál szorításában, és mindnyájan elvesztek. Gondoljuk csak ezt végig. 802. töredék. Az apostolokat becsapták, vagy ők maguk csalnak. Mindegyik lehetőség nehézségbe ütközik, mert lehetetlen valakiről azt vélni, hogy feltámadott. Amíg velük volt, Jézus Krisztus erőt önthetett szívükbe, de ha utána nem jelent meg nekik, kibírta őket cselekvésre. Hát ez Pascal. Ugye a logika felől közelít. Blaise Pascal, ugye, aki a 17. században híres matematikus, fizikus volt, de hát a vallási gondolatrendszere is egészen figyelemre méltó, amit ránk hagyott. Azt mondja, hogy induljunk ki a logikából. Mert Pascal olyan, hogy rendben van, álljunk szóba ezekkel a kérdésekkel. Lehet, hogy nem is így volt ez az egész Krisztus történet. Lehet, hogy nem is támadtak föl, de akkor nézzük meg a másik oldalról. Mert azt mondja, hogy azt nem lehet letagadni, hogy ez a 12 ember idézőjelbe téve összeül, és ugye elhatározzák, hogy itt most valaminek a kezdete lesz. Azt mondja, ennek a kezdetét, tehát a történelmi tényeket nem lehet letagadni, hogy elindult a kereszténység. Na de akkor hogy tudott elindulni? Hát hogy máshogy, mint úgy, hogy ők egy valóságra építik az egész gondolatrendszerüket. Azt mondja, ezért nem lehet cáfolni. Mert ha most ők kitalálják, hogy kitalálnak egy mítoszt, hogy akkor tényleg Krisztus itt volt, meghalt, feltámadt, mennybe ment, stb. Hogyha ez pusztán egy mese lenne, hát akkor bármelyik azt mondhatná bármelyik pillanatban, hogy tudjátok mit, ez mese az egész, amit mi hirdetünk. De hát ilyenről nem tudunk. Elindult a kereszténység óriási hatalommal, óriási jelek kíséretében, ugye az apostolok cselekedeteiben láthatjuk ennek a nyomait. Tehát nagyon-nagyon szép ez az egész történet, hogyha innen indítjuk. Azt mondja Pascal, igen, hogy akár szóba is állhatunk ezzel, a másik oldalról is meg kell lesz nézni. Na, ez az igazi józan és logikus gondolkodás. Hogyha mondjuk az egyik oldalról nem vagyok teljesen biztos a végeredményben, nézzem meg ugyanazt a dolgot a másik oldalról, más szemszögből.
Azt mondja Pászkál, hogy ez képtelenség, hogy azt feltételezzük, hogy az apostolok csalók voltak, vagy összebeszéltek. Azt mondja, hogy erre egész egyszerűen semmi esély nincs. Azt mondja, amíg velük volt, Jézus Krisztus erőt önthetett a szívükbe, de ha utána nem jelent meg nekik, kibírta őket cselekvésre. Ez is egy nagyon jó gondolat. Kibírta őket cselekvésre. Tehát ki volt az, aki nekik segített, és mondjuk a missziótakat, meg ezeket a prédikációkat így meg tudták oldani, így meg tudták írni azokat a leveleket, amiket írtak, és így tovább. Tehát mi lehetett volna nekik az alap, a támasz, hogyha azon kívül, hogyha nem valóság az, amiről beszélnek. Na, ez az egyik legnagyobb bizonyíték arra nézve, hogy ez tényleg valóság. Hát ez van benne többek között abban a gondolatban is, amit itt Péter apostol mond, hogy ezek nem mesék. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy csak úgy kitaláltunk valamit. Azt mondja, mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Megint csak egyébként óriási bizonyságát adja annak, hogy igen, ő szemtanú. Tehát itt nem más beszél, hanem a szemtanú szólal meg. 17. versben még ezt teszi hozzá, mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyem. Tehát kézzelfoghatóan, egyértelműen visszautal arra a tapasztalatra, ami Péter apostolnak az egyik legnagyobb tapasztalat volt. Tegyük hozzá egyébként, hogy Jézus háromszori megtagadása után különös súlya van egyébként Péter apostol munkásságának. Erre ugye jó, ha emlékeztetjük magunkat, hogy az a Péter írja ezt, aki valami, hát emberi szavakkal szinte nem is lehet elmondani, hogy mennyire súlyosat hibázott, de volt visszaút ebből a súlyos hibából, mert Jézus megbocsátott neki, és Péterben meg volt olyan lelkület, hogy igen, belátta, szívből bánta a bűnét. Na, ezen a háttéren, ennek a fényében érdemes olvasni ezeket a sorokat, hogy igen, mint valami abszolút kiemelkedő tapasztalatra úgy emlékszik vissza, hogy milyen is volt, amikor a megdicsőülés hegyén együtt voltunk. Az egyébként valami egészen különleges dolog. És ugye azt mondja, igen, mi hallottuk ezt a bizonyos szózatot, amire tehát utal együtt lévén vele a Szent Hegyem. És figyeljünk még itt a 19. verse is, ugye ezzel zárul lassan az ige szakasz, amikor azt írja, hogy és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Na, ez különösen fontos ez az ige vers több szempontból is. Egyrészt azt mondja, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd is. Itt megint csak térjünk vissza egy picit az első gondolathoz. Tehát azt mondtuk, hogy ugye az emlékeztetés, ezzel kezdődik az ige szakasz. Ember emlékez. Mire emlékezzünk? Hitünk alaptételeire és a megtett útra. Tehát, hogy a hívő életünk során, vagy egyáltalán az életünk során milyen utat tettünk meg. De azt mondja ezzel kapcsolatban, hogy ugye egyrészt emlékeznünk kell a múltra is, emlékeznünk kell a jelenre is, és itt megint csak a jövő kerül elő, hogy azt mondja, hogy ember, hogyha te az Isten beszédével kapcsolatban állsz, akkor jobb, ha tudod azt, hogy ez prófétai beszéd. Vagyis jövendőlések vannak benne. Vagyis ezeket a jövendőléseket nem lehet letagadni, nem lehet azt mondani, hogy mondjuk, hogy az Isten csak a jelenben szeretne bennünket segíteni. Ugye ez bárkit előfoghat ez a gondolat, hogy az Isten szeretne nekünk segíteni abban, hogy mi hogy éljünk. Ugye? Tehát ez is egy nagyon szép dolog lenne, hogy az Isten nekünk ilyen segítséget akar adni. De az Isten ennél sokkal többet akar adni. Tehát azt mondja, hogy prófétai beszéd. Tehát itt vannak a jövendőlések, itt vannak azok, amikre ember figyelj, tehát ez mint a lámpás úgy szegélyezi a te utadat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk ezt szeretném félretenni az igéből. Nem, a múlt ugyanolyan fontos, mint a jelen, a múlt és a jelen ugyanolyan fontos, mint a jövő. Tehát ezt a három dolgot az Isten egységbe akarja nekünk mutatni. Azt mondja, igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, és most figyeljünk erre az igére, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Egyrészt ugye a világító szövétnek, vagy lámpás, ugye még magyarosabban így lehetne ezt mondani, ugye régies a kifejezés, tehát a világító szövétnek erről már egy kicsit volt szó. Valóban az Isten beszéde, az Isten prófétai beszéde ilyen szerepet tölthet be az életünkben. No de, emlékezzünk arra is, hogy mit is olvastunk itt, azt mondja, mint sötét hely, mint sötét helyen világító szövétnek.
Az ember úgy elgondolkodik azon, hogy, és fölteszi a kérdést magának szinte, vagy akár másoknak is, hogy akkor tehát mi az ember az Isten szerint? Nyilván erre sokféle válasz képzelhető el, hogy hogyan beszél a Biblia rólunk, saját magunkról, de ennek az igének a fényében azt mondhatjuk, hogy hát az ember az bizony ennyi, sötét hely. Tehát nincs különösebben jó véleménye az emberről a Szentírásnak, vagy magának Istennek, mert teljesen igaza van abban, hogy mi az Isten nélkül valóban ennyik vagyunk. Egy sötét hely. Tehát, hogyha oda nem világít be semmilyen fény, nem engedünk be semmilyen fényt, hanem azt mondjuk, hogy mi csak úgy magunk szeretnénk élni az életünket, hát akkor az Isten bár szeretne bennünket vezetni, meg próbál is valahogyan vezetni, meg akik őt elutasítják, azokat is meg tudja szólítani, és ez egy hatalmas dolog, de önmagában ennyi. Sötét hely. Sötét hely. A hívőkre is ezt mondja, hogy sötét hely. Hát mit csináljunk? Ez a levél, ez a keresztényeknek szól. Ugye ne felejtsük el a célközönséget. Azt mondta a 12. versben, hogy erősek vagytok a jelen való igazságban. Azt mondja a 13. versben, hogy emlékeztetés által ébrezgetni kell benneteket. Azt mondja a 3. fejezet első részében, vagy első versében, hogy a ti tiszta gondolkozásotok. Tehát olyan embereknek szól, akik hívők, ismerik a hit alaptételeit, ismerik Krisztust, a megváltójukat, tudják, mi az a jelen való igazság, a gondolkodásuk tiszta, és rájuk mondja azt, hogy igen, sötét hely, sötét helyen világító szövétnek. Érdemes ezen elgondolkodni, nyilván, hogyha az ember éli az életét, és fejlődik a hitben, ez egy hatalmas dolog egyébként, hogyha mi a hitben tudunk fejlődni, és a jellemünkben, és sok minden másban, de ez az alaptétel, ez ugyanúgy megmarad. Tehát, hogyha nincs ott az Isten velünk, hát akkor marad a sötét hely. Ha ott van velünk, na akkor viszont olyan távlatokat tud adni, és olyan helyekre tud elvezetni bennünket, lelki értelemben természetesen, és olyan magaslatokra, ami valami csodálatos. Tehát, és aminek a vége az üdvösség, hogy az Isten üdvösségre tud bennünket eljuttatni. Óriási ez a kifutás, óriási ez a lehetőség, ami előttünk áll, csak a kiinduló pontban egyezzünk meg. Sötét hely, innen indulunk, és aztán az Isten kezét megfogva akármeddig eljuthatunk, akármeddig. Azt mondja, mint sötét helyen világító szövétnek, és meddig is kell a prófétai beszédre figyelmeznünk? Amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Nagyon fontos itt minden kifejezés. Egyrészt azt mondja, hogy amíg. Minden szót fontoljunk meg, minden szót gondoljunk át. Amíg. Mert ugye nem pusztán azt mondja, hogy ember figyelj erre a lámpásra, figyelj a világító szövétnekre. Ez is nagy dolog egyébként, nem? Tehát, hogy az ember sötét hely mi volt a ellenére, az Isten ad egy világosságot, és mi arra figyelhetünk. Óriási dolog. De azt mondja, amíg nappal virrad, tehát addig figyelj rá, amíg ez a nappal valóban fel nem virrad. Mert könnyen elképzelhető, hogy ha te egy picit figyelsz rá, akkor bár megörvendeztet, akkor bár gyönyörködsz benne, hogy tényleg milyen szép, tényleg milyen világos, meg tényleg milyen igaz, de nem történik semmi. Tehát lehet, hogy a második, meg a harmadik, meg a negyedik percet, vagy órát, vagy akármennyit is el kell tölteni ott az ige fényében, hogy egy kérdés tényleg világossá váljon, vagy tényleg kitisztuljon. Ez egy nagyon fontos kérdés egyébként. Tehát, hogy nem pusztán arról van szó, hogy az ember mondjuk lépjen érintkezésbe ezzel a világossággal. Hát ez még kevés. Töltsünk annyi időt a világosság közelében, magának az Istennek a közelében, tehát itt nem rébuszokban szeretnék beszélni, magának az Istennek a közelében, hogy igen, ez a nappal ez felvirrad. És azt lehet mondani, hogy tényleg kivilágosodott valami, megvilágosodott valami az én életemben. Aztán ott van az utolsó kifejezés ebben a versben. Azt mondja, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Kinek a jelképe a hajnalcsillag? Krisztusé, ugye? Jézus Krisztus jelképe. Nagyon egyszerű ennek a beazonosítása, és egyszerű megtalálni is. Hogyha eddig esetleg nem tudtuk, hogy hol van ennek a jelképnek az azonosítása, most már fogjuk tudni. Bibliának a legvégén, Jelenések könyve 22. fejezetéhez, hogyha lapozunk, Jelenések könyve 22. fejezetéből a 16. vers, a következőképpen szól ennek a versnek az utolsó része, ezt írja, én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag.
mondja Krisztus. Ugye nagyon szép egyébként, hogy Jelenések könyvét Krisztus kezdi, és Krisztus fejezi be. Meg közben folyamatosan Jézus Krisztus beszél. Ez egy másik történet, de nem is menjünk bele most Jelenések könyve ismertetésébe. Tehát azt mondja, én vagyok ama fényes és hajnali csillag. Vissza a 2 Péter 1.19-hez. Mit mond tehát itt? Azt mondja, mint sötét helyen világító szövétnek, amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Tehát amíg nappal virrad, és hajnalcsillag kell fel szívetekben. Tehát egyrészt ugye azt mondtuk, hogy az Isten világosságot ad. Nagyon jó. Másrészt azt mondtuk, hogy a világosságot addig kell szemlélnünk, amíg ez a nappal, ez föl nem virrad az életünkben. Ez is kiváló, hogyha ezt az ember megérti, hogy mit is jelent ez. És aztán a harmadik viszont az, és ugye soha nem fölösleges egyetlen kifejezés sem, mert ugye itt úgy tűnik, hogy valami nagyon tömör képről van szó, de mégiscsak valami újat tesz hozzá. Tehát egyrészt azt mondja, hogy nappal, másrészt azt mondja, hogy hajnalcsillag. Tehát addig szemléljem én a világosságot, addig szemléljem a prófétai beszédet, amíg egyértelmű nem lesz számomra, hogy tulajdonképpen Krisztus hogyan van benne abban az üzenetben, amit olvasok. Hogyan rajzolódik ki szinte a megváltó alakja azok mögül, a betűk mögül, vagy szavak mögül, vagy mondatok, vagy igék mögül, amivel foglalkozom. Ez nagyon fontos egyébként a Biblia olvasásunk kapcsán. Tehát, hogyha mi foglalkozunk az igével, ugye addig ne keljünk föl az igéből, vagy addig ne álljunk föl az ige olvasásából, amíg meg nem találtuk azt, hogy tényleg itt lehet megragadni, hogy ott van Krisztus a szövegben. Tehát vagy éppen róla szól a szöveg, vagy éppen a szöveg hátterében ott van ott, vagy éppen a megváltás eszméje valamilyen módon benne van a szövegben, tehát minden Krisztusra mutat előre, minden. Na most ez csak az egyik dolog. Tehát ezt mondja, addig foglalkozzunk a prófétai beszéddel, addig figyeljünk rá, amíg ez a hajnalcsillag nem kell fel a mi szívünkben. Figyeljünk a mi szívünkben. És ez elvezet bennünket oda, hogy ezek szerint, tehát a hajnalcsillag, maga Jézus Krisztus, az nem pusztán egy ilyen általános vezetést akar adni, hogy szeretnél benneteket vezetni itt a jövő útján, tehát itt a jövőbeli eseményekben és a prófétai beszédben, tehát nem pusztán erről van szó, hanem arról van szó, hogy Krisztus a saját életünkben is szeretne bennünket vezetni, olyan módon, hogy hajnalcsillagként meg tudja mutatni, hogy adott helyzetekben nekünk mit kell tennünk, hogyan kell döntenünk. És egyáltalán ugye ezek a döntések nagyon súlyos döntések is lehetnek akár, hogy milyen irányba kell, hogy haladjon tovább az életünk. Tehát ezért mondja azt az ige azt, hogy ugye maga a Szentírás zsidókhoz írt levélben, hogy az Istennek beszéde élő és ható. Tehát ez nem pusztán egy ilyen papírra leírt szöveg, hogy valaki egyszer leírta, én meg elolvasom, és akkor elkezdek rajta gondolkodni, hogy most akkor ez miért is érdekes nekem. Nem. Ennél sokkal több. Élő beszéd. Azért élő, mert Krisztus engem is akar vezetni. Tehát nem pusztán egy népet akar vezetni, nem pusztán emberek sokaságához szól, teljesen mindegy, hogy milyen népről legyen itt szó, tehát ebből a szempontból, hanem egyes embereket, engem is akar vezetni. Tehát addig figyeljek a prófétai beszédre, addig figyeljek az Isten vezetésére, amíg kézzelfogható nem lesz, hogy igen, itt van a hajnalcsillag az én életemben. Itt van az a döntés, amit meg kell hoznom, és a hajnalcsillag abba az irányba mutat, hogy igen, arra kell menni. Tehát ezért lesz élő beszéd, ezért lesz teljesen egyértelmű beszéd, mert az Isten tehát nem csupán azt szeretné nekünk megmutatni, hogy igen, mi volt a múltban, általános értelemben mi van most, meg mi lesz később, hanem ember, neked ez miért fontos? Ez ugye a Biblia olvasásnak egy következő szintje, tehát amikor nem pusztán történeteket látunk, nem pusztán érdekességeket látunk a Szentírásban, vagy éppen logikai összefüggéseket, ezek is hatalmas dolgok, tehát én nem vonom kétségbe, hogy ez nagyon jó, hanem amikor a múltból, a jelenből, a jövőből, az én életemre vonatkozólag gyűjtöm be a tanácsokat, hogy nekem ez mit jelent. Ószövetséget is egyébként, ha olvassuk, hogyha esetleg kicsit idegenkedünk az olvasásától, hát akkor mindig ilyen szemüvegen keresztül érdemes olvasni, hogy tényleg nekem ez mit mond? Nekem hogy szól? Az egy dolog, hogy a zsidó népnek mit mondott, meg az adott hithősnek, vagy azoknak az embereknek, akik találkoztak vele, nekik mit mondott. Ez az egyik dolog, ezt is érdemes átgondolni. De nekem mit mond? Nekem miben üzenet? Nekem mennyiben azt lehet mondani, hogy tényleg vezetés olyan értelemben, hogy meglátom, hogy most akkor melyik irányba is kell mennem.
Nagyon-nagyon fontos tehát, hogy az Istennek beszéde tényleg élő legyen. Hát így lehet élő, hogy meglátom benne a hajnalcsillagot. És aztán még a 20.-21. vers, ige így zárul ez az ige szakasz. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Ez meg nagyon szép bizonyság arra nézve, hogy amikor mi olvasunk valamit a Szentírásban, akkor mindig jó, ha tudjuk, hogy nem pusztán emberek szavait olvassuk, vagy emberek akaratából leírt szavakat olvasunk. Tehát itt mindenkor az Isten áll mögötte ezeknek a szavaknak, ezeknek az üzeneteknek. Ez azért hatalmas és azért nagyszerű dolog, mert hogyha belegondolunk abba, hogy ha pusztán emberi jó akaratról, vagy emberi szándékról lenne szó, hát ugye azt is lehetne nagyon értékelni, hogy tényleg hát ez milyen nagy dolog, vagy milyen remek dolog, hogy emberek itt próbálnak segíteni másokon, jó tanácsokat próbálnak nekik adni. Az Istennek beszéd ennél sokkal több. Valóban prófétai beszéd. És amikor az Isten beszédében benne van valami, akkor ugye nyugodtan mondhatjuk azt, hogy itt nem pusztán a saját akaratából van benne. Péter is nem pusztán azért írta le ezeket, hogy valamivel erősítse a keresztény közösséget, hanem az Isten késztette, hogy ezt írd le, és így írd le, és nyilván ez a késztetés, ez kézzel fogható. Hát ezért olyan mély. Ezért nem lehet azt mondani, hogy mondjuk egy rétegét, hogyha kimerítem, akkor most már vége, és akkor most már mindent értek az igéből. Nem lehet kimeríteni. Tehát annyira mély és annyira szép mindaz, amit olvashatunk, és annyira ugyanakkor megszólító erejű, hogy tényleg az ember csak csodálkozhat rajta és ámulhat rajta. Kedves gyülekezet, ennek az ige szakasznak a rövid és tömör üzenete tehát az, hogy valóban higgyünk a prófétai beszédben. Higgyünk a prófétai beszédben oly módon, hogy Krisztus biztos támpontként ott van. Nem csak a beszéd mögött, nem csak amögött, hogy ő itt volt, hogy ő meghalt, hogy ő feltámadt, és ahogy itt élt, ahogyan ugye erről Péter apostol beszél, hanem ott van az én életemben is. Tehát minden ige szakasz valójában ehhez szeretne bennünket elvezetni, hogy amikor levonjuk ezeknek a tanulságait, akkor ebből mi következik az én életemre nézve. Ne felejtkezzünk el arról sem, amit itt a 12.-13. versben olvastunk, emlékezzünk. Emlékezzünk a hitünk alaptételeire, emlékezzünk arra, hogy honnan indultunk, mit fogadtunk el, miért örvendeztette ez meg a szívünket, tehát nyugodtan vissza lehet gondolni arra, hogy milyen emlékoszlopok vannak például az életünkben, akár a legnagyobb tapasztalatokat megemlítve, akár bármi mást. És emlékezve arra, hogy az Isten honnan szólított ki bennünket, és aztán arra is, hogy hova akar elvezetni. De a szép az, hogy ezt mindenkinek meg akarja adni. Tehát nincs különbség. Nincs olyan, hogy egy ember az kevesebb lenne előtte, vagy ne akarná üdvözíteni. Mindannyiunkat akar üdvözíteni, és mindenkit el akar vezetni az ő országába, és Péter apostol is erről tesz bizonyságot többek között. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy valóban ezek a gondolatok jelentsenek nekünk segítséget az életünk egészére nézve. Kívánom, hogy így gondoljuk át életünket újra és újra, tehát a múltat is, számot vetve a jelennel és gondolva a jövőre is, és kívánom, hogy valóban ő legyen az Isten legyen az, aki vezet bennünket hajnalcsillagként. Amen.